Májusfa díszeleg a nagymányoki művelődési ház előtt. A településen az elmúlt években nem volt erre példa. Most a régi hagyomány újraélett, és a városban működő civil szervezetek közreműködésével került feldíszítésre és felállításra a nagymányoki májusfa, amelynek tetején a helyi borbarátkör által felajánlott ital van. A májfa állításra a főzőverseny közben került sor, ahol idén 6 csapat készítette el a saját szájíze szerint az önkormányzattól kapott húst. Az első bográcsban 20 főre babújás rotyogott. Minden évben itt vagyunk, minden évben kapunk 5 kiló húst, és ezt megfőzzük minden évben eddig. A helyi táncosok népes csoporttal képviseltették magukat, ők idén kivételesen nem bográccsal érkeztek. Május 1-ét itt a táncsoport nevében mondhatom, hogy minden évben itt jelen vagyunk az eseményen, a rendezvényen. Idejében a grillezést választottuk, nagyon sok fiatal fog eljönni, és közkívánatra a grillezést választották, úgyhogy idejében rendhagyó módon most ezt csináljuk. Amúgy minden évben babujás vagy pörkölt készül. A csapatnak a rutinosabb részvevői, akik itt vannak, kicsit láthatóak, általában mi szoktuk ezeket közösen vállalni. Ugye már itt minnyáján mondhatom, hogy több mint 30 éve a táncsportnak a tagjai vagyunk. Ez 30 éves barátság és 30 éves kapcsolatnak a gyümölcse, ez az összetartás. És próbáljuk a fiataljainkat is, a táncsport fiatalit is hasonló módon nevelni, illetve erre tanítani, hogy ők is ezt az összetartást, ezt a barátságot vigyék tovább és képviseljék. A babgulyás több bográcsban is fellelhető volt a nagymányoki május 1-i főzőverseny alkalmával. Hát nálunk ez most már hagyomány, évek óta itt vagyunk a Tűzoltó Egyesülettel, igyekszünk bevonni a fiatalokat is évről évre, csak úgy tud fönnmaradni az Egyesület, hogyha a fiatalokat is bevonjuk, és látják a jó példát, és tovább viszik a hagyományokat. A település összes rendezvényén igyekszünk részt venni, attól függ, hogy ugye önkéntesek vagyunk, nyilván családi program függvényében nem mindenki tud eljönni, de igyekszünk részt venni minden rendezvényen. Délután többek között a nagymányoki Székelykör Egyesület szerelmes dalcsokra örvendeztette meg a résztvevőket, akik egyébként az első tulajdonosai lettek a főzőverseny vándorkupájának. A közművelődési központ kiállító termében pedig a Glück auf Egyesület Ezek is mi vagyunk című kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A május 31-ig látogatható tárlat az Egyesület alkotó kedvű tagjainak munkáit mutatja be. Különböző technikával készített képek, kézműves munkák és egyéb kézműves alkotások kaptak helyet a kiállítás darabjai között.